Ferenc pápa legemlékezetesebb pillanatai Szarajevóban. Az ezrek részvételével zajló szentmisétől, a repülőúton történő sajtótájékoztatóig, ahol a medzsugorjei jelenések is szóba kerültek. Itt a római riportokban. A Szarajevóban tett látogatás volt a Szentatya pápaságának második hivatalos útja Európában. Ennek célja, hogy segítse begyógyulni a 20 évvel ezelőtt zajlott polgárháború okozta sebeket, amelynek során több mint 250 ezer ember vesztette életét. A pápát számtalan népcsoportból összegyűlt sokaság várta, szerbek, bosnyákok és horvátok. A hivatalos találkozókat későbbre szervezték. A pápát nagy lelkesedéssel fogadták, a reptéri dolgozók meg is szekték a protokollt, hogy köszönthessék őt. Ferenc pápa egy Ford Focusszal folytatta útját, mely áthaladt Szarajevó utcáin egészen az elnöki palotáig. Ott a három különböző etnikumot képviselő hármas elnökség várta a pápát. Ott mondta el a nap első beszédét, mely a párbeszédre és kiengesztelődésre szólított föl. Üzenetét nagyon pozitívan fogadta a szerb elnökség muszlim képviselője, Mladen Ivanić. De još uvijek nije ostvarena puna ravnopravnost svih građana u svakom dijelu ove zemlje i na tome svi zajedno moramo predano raditi. Valóban, az ország egyes részein bosnyák, muzulmánok és katolikus horvátok egymástól jól elkülönített osztálytermekben vannak ugyanabban az iskolában. È indispensabile l'effettiva uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e nella sua attuazione, qualunque sia la loro appartenenza etnica, religiosa e geografica. A politikai képviselők hallgatták Ferenc pápát, aki felhívta figyelmüket, hogy felelősségük túlmegy országuk határain. Abbiamo tutti bisogno per opporci con successo alla barbarie di chi vorrebbe fare di ogni differenza l'occasione e il pretesto di violenze sempre più efferate, di riconoscere i valori fondamentali della comune umanità. Valori in nome dei quali si può e si deve collaborare. Elutazása előtt a pápa az elnökséget képviselő három személlyel galambokat bocsátott szabadon, majd bosnyákul köszöntötte őket. Mir vam! Ferenc pápa pápamobilja számtalan szarajevói temető mellett haladt el. Ezek annak a több mint 11 ezer embernek a maradványait őrzik itt, akik a város 4 éves ostroma alatt haltak meg. Ezután meglátogatta azt a stadiont, amelyben II. János Pál pápa is járt évekkel ezelőtt. A találkozó helyet 60 ezer ember töltötte meg, de madártávlatból ítélve sokkal többen voltak. A stadionban külön helyet foglaltak el azok, akik a háború alatt megsebesültek vagy hadirokkantá váltak. Jelenlétükkel a békét és igazságosságot szimbolizálták. Homiliájában Ferenc pápa közvetlenül szólt azokhoz, akik felelősök a 20 évvel ezelőtti háborúért. Nel contesto della comunicazione globale si percepisce un clima di guerra. C'è chi questo clima vuole crearlo e fomentarlo deliberatamente. In particolare coloro che cercano lo scontro tra diverse culture e civiltà e anche coloro che speculano sulle guerre per vendere armi. Ferenc pápa arra szólította fel az embereket Szarajevóban, hogy fontolják meg jól, mielőtt támogatnák a fegyveres konfliktusokat. Ma la guerra significa bambini, donne e anziani nei campi profughi. Significa dislocamenti forzati, significa case, strade, fabbriche distrutte, significa soprattutto
tante vite spezzate. Voi lo sapete bene, per averlo sperimentato proprio qui. Mai più la guerra. A pápa hozzátette, hogy nem csak a politikusok felelősek a békéért. Ez a hétköznapi élet apró gesztusaiból születik meg, és abból, hogy minden szinten megbocsátást tanúsítunk. Quella persona, quel popolo che vedevo come nemico in realtà ha il mio stesso volto, il mio stesso cuore, la mia stessa anima. Abbiamo lo stesso padre nei cieli. Allora la vera giustizia è fare a quella persona, a quel popolo, ciò che vorrei fosse fatto a me, al mio popolo. Az ünnep másik nagy sztárja a horvát és bosnyák műveket éneklő kórus volt, amelyet egy óriási zenekar kísért. Az út szélén álltak és énekeltek Ferenc pápának, miközben a szarajevói székesegyház felé tartott. Ahogy belépett a székesegyházba a szarajevói bíboros oldalán, a jelenlévők nagy örömmel fogadták. A mosolygó pápa megállt, hogy beszélgessen, kezet rázzon velük, vagy akár meg is ölelje őket. Ezután a pápa tanúságtételeket hallgatott meg a katolikusok üldöztetéséről a háború alatt. A konfliktus 20 évvel ezelőtt fejeződött be, és mintegy 250 ezer ember halt meg. Ez az apáca, mint nővér dolgozott egy civil kórházban. Elfogták őt, egy papot és néhány laikust. Kod menestu našli samo krunicu i kľúčev od kuće. Od župnika veličasnog vinka tražili su da nogama pogazi i moju krunicu. Župnik to nije htio učiniti. Oštreći sablje prijetili su kako će mene zaklati ako župnik me pogazi krunicu. Kazala sam, župniće neka me zakolju, ali vi nemojte gaziti našu svetinju. A papot elfogták és brutálisan megverték. Később 6 vérátömlesztést kapott. Ja, svećenik, Zvonimir. Od srca opraštam svima koji su mi nanijeli zlo, boli. Molim za njih da i milosrdni Bog oprosti i da se obrati na put mira. ...1992-ben ezt a ferences barátot és számos hívét egy koncentrációs táborba vitték. Rat me zatekao, meni osobno, Bog je poslao pomoć i u hrani. Preko dobre žene Fatime. Láthatóan megrendülve, Ferenc pápa félretette az előre megírt jegyzeteit, és a hallottakhoz kapcsolódott. Non avete diritto a dimenticare la vostra storia, non per vendicarti, ma per fare pace, non per guardare come una cosa strana, ma per amare come loro hanno amato. A pápa a három tanúságtevőt mártírnak nevezte. Mély benyomást tett rá, hogy a megbocsátás sokszor elhangzott. Alcune parole mi sono rimaste nel cuore. Una ripetuta, perdono.
Un uomo, una donna che si consacra al servizio del Signore e non sa perdonare, non serve. Mielőtt távozott, a pápa feladatot adott a hallgatóságnak. Imádkozzanak a sok gyermekes családokért, hogy közülük sokan ajánlják az életüket Istennek. Ferenc pápa a szarajevói egyházmegye II. János Pál pápáról elnevezett ifjúsági központba látogatva meglepetéssel szolgált. A központi épületben körülbelül 800 ortodox és katolikus fiatal várt rá, de kint még többen várakoztak. Ott léte alatt a pápa megtekintett néhány zenés előadást, köztük ezt az egyedülálló táncot, amelyet Beethoven zenéje kísért. Egy katolikus férfi és egy ortodox nő arról tett tanúságot, hogy ők hogyan segítik közös munkájukkal az országukat. A tanúságtételek után Ferenc pápa félretéve az előkészített beszédét, a közönségből kapott 4 kérdésre válaszolt. Ez a fiatal például azt kérdezte, hogy igaz-e, hogy nem néz televíziót, és a pápa véleményét kikérte az internetről is. A pápa válaszában hangsúlyozta, hogy a TV szerkesztőknek az életre felkészítő programokat kellene gyártaniuk. Sapere scegliere i programmi, responsabilità nostra. Se io vedo che un programma non mi fa bene, mi butta giù i valori, mi fa diventare volgare, anche nella volgarità, anche nelle sporcizie, io devo cambiare canale. Az internet használata hasonló. Lehet egy oktatóeszköz, de a felhasználóknak kell elkerülniük minden olyan tartalmat, amely nem teszi őket jobb emberré. Se tu, che sei giovane, vivi attaccato al computer e diventi schiavo del computer, tu perdi la libertà. E se tu nel computer cerchi i programmi sporchi, tu perdi la dignità. Vedere televisione, usare il computer, ma per le cose belle, le cose grandi, le cose che ci fanno crescere. A pápa ezek után személyesen köszöntött egyeseket, majd felment az ifjúsági központ emelvényére, hogy láthassa mindazokat, akik kint várakoztak. Tutti siamo fratelli, tutti adoriamo un unico Dio. Mai separazione fra noi. Fratellanza e unione. Adesso... A hosszú szarajevói nap után a pápa elindult a repülőtér felé, hogy visszatérjen Rómába, az örökvárosba. Ferenc pápa rövid sajtótájékoztatót tartott a repülőn lévő riporterek számára. Betekintést adott, hogy áll a Vatikán a medjugorjei béke királynő jelenéseinek vizsgálatával. Az engedély elkészült, a döntés megszületéséhez már csak néhány lezáró dolog szükséges. Ma siamo lì per prendere decisioni, e poi si diranno. Soltanto alcuni orientamenti si danno ai vescovi, ma sulle righe che si prenderanno. Grazie. Beszélt a több száz fiatallal való találkozásáról is, akiknek az online függőség veszélyeiről szólt. Ma quando questo ci porta via della vita comune, della vita familiare, della vita sociale, e soltanto anche dello sport, dell'arte, mi rimango attaccato al computer, questa è una malattia psicologica, sicuro. Mivel a Szarajevótól a Rómáig tartó repülőút körülbelül 1,5 óra, a kérdésekre fordított idő korlátozott volt.
Ezekkel a szavakkal vette kezdetét Michel Bachelet chilei elnökasszony és Ferenc pápa találkozója. Megvitatták Chile és a Szentszék közötti kapcsolatokat, és ahogy a Vatikán sajtóközleménye fogalmaz, az emberi élet megóvását. Az elnökasszony támogatja az abortusz legalizálását három esetben. Ha az anya egészsége veszélyeztetve van, ha a magzat életképtelen és nem erőszak esetén. Az elnöknő arról nem beszélt, hogy Ferenc pápával megvitatták-e az abortusz törvényt. A megbeszélés során a Szent Atya nagyon készséges volt. Kifejezte támogatását Chile igazságosabbá, egységesebbé tételében, hogy a polgáraink a társadalmi egyenlőtlenséget maguk mögött hagyhassák, és boldogabb életet élhessenek. Elmondta még az elnökasszony, hogy szóba került egy lehetséges pápai látogatás Chilébe, Argentínába és Uruguayba 2016-ban. Az elnöknő egy díszes rózsafüzért és egy chilei templomokat bemutató könyvet ajándékozott Ferenc pápának, aki egy Szent Márton medaliont adott viszonzásképpen, ez a szentatya szokásos ajándéka a világ vezető politikusainak, valamint az Evangélium Öröme című apostoli buzdításának egy példányát. A találkozó jó hangulatban ért véget, és Ferenc pápa arra kérte az elnöknőt, hogy imádkozzon érte. Ők a fehér ruhás nők az életért mozgalom tagjai. Ferenc pápa és Michel Bachelet elnökasszony találkozójával egy időben imádkoztak a Szent Péter téren is, kérve, hogy az abortuszt ne legalizálják Chilében. Az elnöknő erről a kérdésről nem beszélt a találkozót követő rövid sajtótájékoztatón. Az emberi méltóság, a nők méltóságának és az életnek a megóvása mind olyan érték, amelyeket mi is vallunk. Ezért mi, hívők és nem hívők, végeredményben támogatjuk és jóvá fogjuk hagyni az egészségügyi okokból történő terhesség megszakítást. A chilei kormány eltökéltnek tűnik, hogy megengedje az abortuszt bizonyos esetekben. 18 év feletti nőknél és 14 és 18 év közötti lányoknak ugyancsak szülői hozzájárulással, a 14 év alatti lányok esetében pedig bírósági engedéllyel. Az argentin elnökasszony 5. alkalommal találkozott Ferenc pápával. Feketébe öltözve 20 fős delegációval érkezett a Vatikánba. Egy kis dolgozószobában találkoztak a Vatikán 6. Pál termében, nem pedig az apostoli palotában, ahol a diplomáciai találkozókra szokott sor kerülni. Cristina Fernández de Kirchner látogatása a pápánál szokatlanul hosszú ideig tartott. A nemzetközi politikától és a fegyverkereskedelemtől az argentin nemzeti ünnepekig sok témát megvitattak. A közeledő argentin választásokról nem beszéltek. Ajándékként az elnökasszony Oscar Romero képét adta a pápának. Ezen kívül egy a pápának nagyon kedves argentin nemzeti költemény, a Martin Fierro egy kiadását, valamint Alberto Metolferri egy könyvét. A Szentatya egy 11. századi orosz ikon reprodukcióját ajándékozta az elnöknőnek, mely a gyöngétség szűzanyáját ábrázolja. A pápa néhány szót váltott az újságírókkal is. Buen fin día del periodista. Un día de mucho trabajo, pero buen festejo. Que Dios los bendiga. Y recen por mí, no se olviden. Y si alguno no puede rezar porque no cree o su conciencia no le permite, mándeme buena onda. Gracias, hasta luego. Buena onda siempre, gracias. Két venezuelai politikus, Martin Paz és José Vicente García éhségsztrájkot hirdetett a Vatikán falain kívül.
Céljuk felszólítani elnöküket, Nicolás Madurót, hogy bocsásson szabadon több mint 70 politikai foglyot. A sztrájkot eredetileg úgy tervezték, hogy egybeessen Maduro elnök látogatásával Ferenc pápánál. Az elnök a találkozó előtt egy nappal egészségügyi problémákra hivatkozva lemondta a programot. Meggyőződésünk, hogy a találkozó lemondása összefügg az általunk kezdeményezett politikai nyomással, nem csak itt a Vatikánban. Felszólítottuk kormányunkat, hogy engedjék haza a politikai foglyokat. Emellett tisztelettel és bizalommal arra kérjük Ferenc pápát, hogy járjon közbe a politikai foglyokért és az emberi jogok tiszteletben tartásáért Venezuelában. Bízunk benne, hogy lehetőségünk nyílik majd idősebb vatikáni hivatalnokokkal is beszélni, akiknek el tudjuk mondani, hogy mi is történik országunkban. Úgy tervezték, hogy szülőhazájukban tartanak éhségsztrájkot. Róma mellett döntöttek, ami minden bizonnyal bonyodalmakat fog okozni, amikor haza akarnak majd térni. Döntöttünk. Családjainkat, gyermekeinket és feleségünket Venezuelában hagytuk. Mindketten apák vagyunk. Martin gyermeke 6 hónapos, nekem 15 hónapos a kisfiam. Még kicsik. De ha a jövőjüket nézzük, nem jutnak hozzá az élelemhez, amire szükségük van. Nem tudjuk megvenni a tejet vagy a pelenkát számukra. Értük vagyunk itt. Felszólítják államuk vezetését, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat. Például többek között Antonio Ledezmát, Caracas polgármesterét, akinek a lánya szintén támogatja a tiltakozókat. Apámat csak azért zárták börtönbe, mert másképpen gondolkozott, mint az állami vezetés. Megsértették emberi jogait. Egy nővér folyamatosan figyelemmel kíséri a tiltakozók egészségi állapotát, rendszeresen méri a vérnyomásukat, és ellenőrzi, hogy nem fenyegeti-e őket a kiszáradás veszélye. A két politikus éhségsztrájkjához még 36-an csatlakoztak Venezuelában. Azt mondják, elkeseredettek, és ez az utolsó eszközük, amelyben reménykedhetnek, hogy Maduro kormánya figyelembe vegye kéréseiket. Következő adásunkban Ferenc pápa párok ezreihez intézett a gyermekek oktatásáról szóló beszédét foglaljuk össze, itt a római riportokban.